Polgármesteri fogadóra a megválasztott válaszol. Kőbánya polgármestere hozzá van szokva a legváratlanabb kérdésekhez is, amikor jár kell a városban és emberekkel találkozik, úgyhogy megpróbáljuk tesztelni ezt a képességét, hiszen a kérdés az, hogy fölismerné-e polgármester úr a Dolmányos Varjúnak a hangját. Csak-csak. Csak-csak elképzelhető. Csak. Elképzelhető. Igen, játékra hívtuk a kőbányokat. Így van. És nem könnyű a feladat, de a kislányom nagyon gyakran fölteszi nekem a kérdést, hogy milyen a zsiráf hangja, milyen a fóka hangja, milyen a bagoly hangja, és akkor keresgélünk az interneten, és általában megtaláljuk a különböző állathangokat, és így, ha segítséget hívunk, azért ez a kis segédlet már azt gondolom megengedhető, akkor azért el lehet igazodni. El lehet igazodni. Egyébként tényleg nagyon jó pofajta az önkormányzat honlapján 10 madárhang van felsorolva, csak egyet bejátszok, és ugye lehet pályázni, beküldeni a találatokat, némi segítség is van hozzá. Úgyhogy miért ilyen fontosak a madarak? Madarak fák napja, május 10-e. Mindig szoktunk valamivel kedveskedni, ünnepelni. Tavaly madarakat rejtettünk el az Óhegyparkban, amelyeket meg kellett találni, föl lehetett ismerni, majd a megfejtéseket elküldeni. Most madárhangok, játékok, illetve egy fényképes vadászatra is hívtuk, képletes vadászatra a kőbányiakat. Várjuk a szép növényfa fotókat, bármilyen eszközzel elkészített fotókat, és bízom benne, hogy nagyon sok értékes, szép fát tudnak majd, vagy küldenek a kőbányaiak. És hát ugye, ha már ebben a tárgykörben vagyunk, akkor egy másik információ, ami szintén megtalálható a honlapon, és pedig egy kérdőív formájában a levegő minőségről érdeklődnek, felmérés készül, hogy a kőbányaiak hogy érzékelik, milyen a levegő minősége. Itt ugye kormányrendelet van, amely ezzel a vizsgálattal foglalkozik, meg általában is fontos dolog, de milyen a levegő? Mit szívunk itt Kőbányán? Kőbányán az átlag budapesti levegőhöz képest jobb a levegő. Rengeteg a zöld felületünk, Kőbánya viszonylag magasan fekszik, és a nyugatról, északnyugatról jellemzően érkező szelek kisöprik a városból a Kőbánya területéről a smogot, de ugyanígy igaz az a keleti oldalon, és a Rákos menti mező az ugye egy keleti szélcsatorna, tehát jól állunk, de a fák szerepe iszonyatosan fontos, nem csak a levegő minőségben, hanem a hőmérséklet vonatkozásában is. Tegnap kerékpárral érkeztem a város felől, nagyon meleg tavaszi napon, este felé volt már, de még a Hungária körúton sütött az aszfalt. Amikor beértem a Néplégetbe, mint a 10 fokkal alacsonyabb lett volna a hőmérséklet, nagyon kellemes volt rögtön, és ez igaz a levegő minőségére is. Nem véletlen, hogy például cégekkel megállapodva egy-egy fejlesztéshez kapcsolódva nagy számban kérjük, hogy ültessenek fát, illetve kötelezzük őket rendelt alapján erre. Ebből adódik is Kalamajka például a napokban, amikor 600 fát ültet egy cég, és bizony nem az elvárt minőségben. Mit lehet tenni ilyenkor? A környezetvédelmi felügyelők ellenőrzik folyamatosan, és szólítják föl a pontos munkavégzésre a cég által megbízott céget. Sajnos olyan esetek is előfordulnak, hogy teljes szakszerűtlen ültetés jelenik meg. Napokig szárazon hevernek a fák az út mellett. A kőbányaiakat joggal bosszantják ezek a jelenségek. Aggódva lehet ezt látni, különböző közösség oldalakon figyelnek arra, hogy mi történik a városban, és nyilván számon kérik elsősorban a polgármesterem, mi pedig igyekszünk a felelősséget oda telepíteni, ahol van. És van eszköz is, hogyha valami ilyen szándékot érvényre akarnak juttatni? Nyilván el kell fogadnunk, át kell vennünk a munkát, közterületre ültetnek. Bízom benne, hogy sikerül érvényt szerezni a hatóságnak a megfelelő minőség elérésére, de az évek igazolják majd azt, hogy az ültetés azon túl, hogy sokszor pontatlan, nem a megjelölt helyszínre történt, valóban eléri a célját, kihajtanak-e a fák. Ez a bizonyos kérdőív, amit említettem, és ami megtalálható ugye a kőbánya.hu honlapon, ez végül is ugye anonim
véleményeket, illetve érzéseket, és valószínűleg szubjektív érzéseket próbál meg összegyűjteni, hiszen ki mit gondol arról, ami levegőkörbe veszi. De mérik is ezt? Igen. Igen, a Gergely utcánál van egy mérőállomás, ahol folyamatosan mérik. Ez a mérőállomás általában jó értékeket mutat, de egyedi méréseket is szoktunk rendelni. Például a repülőgép forgalomhoz kapcsolódóan vizsgáltattuk, azt kértük annak a vizsgálatát ezen az állomáson és egyéb állomáson is, hogy a repülőgépek által kibocsájtott szennyezanyagok azok a határértéket elérik-e, vannak-e különösen veszélyes anyagok az égés termékben, származékok, amelyek erősen rákeltőek. Szerencsére a mérések nem igazolták vissza a sokak által feltételezett rosszat, de nyilván folyamatosan figyelnünk kell arra, hogy vigyázzunk a levegőre. Biztatok mindenkit a kerékpáros közlekedésre. Jó, hogy szóba hozta a repülőgépeket, mert amúgy is erre a kérdésre készültem következőképpen. Tudnilik, a levegő minősége egy dolog, és hát a repülőgépek esetében a zaj az krónikus probléma Kőbányán. Az önkormányzat is rengeteg erőfeszítéssel, tulajdonképpen eredménytelen erőfeszítéssel próbál változtatni a helyzeten. Most mi újság? Viszonylag csönd volt a járványnak, ha lehet azt mondani, egyetem volt valamilyen pozitív hatása, ne legyen, tehát így ne következzen be, de a repülőgépek forgalma ugye az jelentősen lecsökkent a város felett. Most újra erősödik, úgy tűnik a idegenforgalmi szezon is intenzívebben fog indulni. Kevesebb a panasz egyébként, mint korábban, tehát nem jelennek meg az önkormányzatnál. Nyilván bosszankodást hallok, én is beszéltek emberekkel, engem is zavar sok esetben. Majd az új kormányt is megkeressük azokkal a problémákkal, felvetésekkel, amelyeken keresztül szerintünk lehetne javítani a helyzetem. Bízom benne, hogy egyszer nem csak Kőbánya, hanem a környező keletek hangját meg fogják hallani. Ugye annak idején rengeteg olyan javaslatot, műszaki felmérést készítettek, tehát az önkormányzat nagyon fölgyűrte az inge ujját, és neki rugaszkodott ennek a dolognak. Milyen változásokat lehet elképzelni, mondjuk önkormányzati szemszeggel nézve? Nyilván, hogy nagyon szeretnénk elérni azt, hogy Kőbánya bizonyos területei is kerüljenek be a zajgátló védővezetbe, és így zajvédelmi intézkedéseket kelljen végrehajtani, akár födémszigeteléssel, nyilázárok cseréjével és egyéb olyan megoldásokkal, amelyek a házon belül csökkentik a zajterhelést. Egyébként van erről tárgyalásunk a Budapest Airporttal. Mi pont a szélén fekszünk ennek a vezetnek. Ennek oka egyébként az, hogy egyedi zajterhelést nem vizsgálnak, csak átlagos zajterhelést, illetve a felszállási irányok apró módosítása is már lakatlanabb területek felé irányítása a gépeknek hozhatni eredményt, illetve nagyon kérjük azt, hogy aktív pihenési időszakban ne legyen repülőgép forgalom. A légi közlekedésről a földi közlekedésre terelem át a szót, ugyanis időről időre előkerülnek azok a nagy léptékű tervek, amelyek a főváros környéki változásokon belül a kőbányai változásokat is fölvázolják. Aztán utána ugye búvópatakként ezek a tervek eltűnnek, elkezdik megvalósítani őket, de kevés hír hallatszik róluk. Mi újság van? Nagyon komoly tervek készülnek, vannak folyamatban, ilyen a Ferihegyi gyorsforgalmi út megújítása, teljes áttervezése, amely a térség észak-déli kapcsolatrendszerének a javítását is jelenteni, illetve a Kőr utcai vasúti átjáró, egy aluljáróval történő kedvezőbb forgalmú csomópont alakítását. Készülnek a tervek, tehát a keretek közötti egyeztetések megtörténtek, volt már társadalmi vitája is korábban,
korában ennek a programnak készülnek a tervek, idén év végére, jövő év elejére ezeknek meg kell lenni, illetve folynak azok a közlekedésfejlesztési megoldások, vasúti közlekedésfejlesztési megoldások, amelyek az elővárosi vasútrendszer feltételeit javítani fogják. Ecseri útnál épülni fog egy új vasúti megálló, a Hungária körút, Kőbánya út találkozásánál a törekvés művelési ház mellett, de Kőbánya felső is előbb-utóbb át fog kerülni az éles sarokhoz. Polgármester úr, már itt is volt szó erről röviden, de tulajdonképpen a mindennapjainkat minden szinten rendszeresen bombázzák azok az érzések, hírek vásárlás közben, vagy hírforrások olvasása közben, hogy tudnélik, nagyon kemény infláció van. Különböző kosarakban szereplő áruk esetében nagyon durva áremelkedéseket élünk meg. Az önkormányzat hogy kezeli ezeket? Nyilván nekünk is mélyebben kell a zsebünkbe nyúlni, hiszen az önkormányzat számára is minden egyre drágább, újabb tisztítószerek, mint különböző élelmiszerek, vagy akár a különböző beruházásoknál az építőanyag. Ezért mindig újra és újra kell gondolnunk a költségvetésünket, hogy amit elterveztünk, azt valóban úgy végre lehet-e hajtani, vagy bizonyos területeken muszáj hozzárendelni egyéb forrást a megtervezethez, hiszen a gyerekek ugyanúgy fognak étkezni, vagy a szociális étkeztetés kell biztosítanunk, tehát ezért az önkormányzat is mélyebben a zsebébe nyúl. A bevételek ezzel együtt nem növekednek arányosan, hiszen az önkormányzatok állami normatívából, illetve helyi adókból tudnak gazdálkodni. Ennek a helyi adók mértéke nem változott az elmúlt időszakban. Az önkormányzatnak adott állami normatívák szerencsére azok emelkedtek. Május vége felé közeledünk, és körülbelül egy hónap múlva ugye László nap, ami mindenképpen lesz, de vajon lesznek-e ehhez kapcsolódó kőbányai rendezvények? Lesznek, de azt a Szent László napokat meg fogja előzni még egy-két rendezvény. Budapesten először Kőbányán piknikmozit fogunk indítani. Először majd a Sportligetbe várjuk az embereket május 26-a csütörtök, ha nem tévedek nagyot, ahol a Mamma Mia című filmmel fogunk a nagy réten kedveskedni. Mindenkit várunk egy pokróccal. Nem vállalnak nagy kockázatot, de zseniális a film. Igen, zseniális a film, és a továbbiak is jók lesznek, hiszen Gyakorló utcában, Üllői út mentén, Óhegyparkban 5 alkalommal majd összesen idén nyáron jó filmeket lehet megnézni csillagos ég alatt a szabadtéren. Szeretnénk ezt hagyománnyá tenni, és a jövőben is minden évben megszervezni mindezt. És ugye Balkános Gyermeknap május utolsó hétvégéjén az Újhegyen, ide várjuk a kőbányaiakat. Sokszor fölteszik a kérdés, miért Újhegyen, mikor nem ott, akkor miért az Óhegyparkban. Tehát igyekszünk mindig más-más városrészbe szervezni az ilyen nagyobb szabású programokat, és hát utána persze Szent László napok. És még egyet kifelejtettem. Nagyon fontos, 21-e, addig még ez az adás meg fog jelenni. Május 21-e, 9 órától egészen 5 óráig a Sportligetbe várunk minden mozogni szerető, vágyó embert. A települések fognak versengeni a futókörök napján, azok a települések, ahol a kormány támogatásával a futókörök épültek. Nincs más teendő, mint gyűjteni a kilométereket. Kőbánya tavaly lecsúszott a dobogóról. Nagyon szeretném, ha idén előrébb végeznénk. Így legyen. Köszönjük szépen, jöjjön máskor is. Köszönöm szépen.